Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. A Mezei Dávid vagyok, a Takarékbank ügyvezető igazgatója, és a Gabonatermesztők Országos Szövetségével fennálló stratégiai együttműködésünk keretében került sor arra a felkérésre, a megtiszteltetésre, hogy ezt a beszélgetést most én vezethetem, én moderálhatom. Ez az ábra önmagáért beszél, hogy a FAO-nak az árindexét mutatja az utóbbi 20 évben. Ez a piros vonal, ami nagyjából a egyenletes, nagyjából, az a hústermékek összesített árindexe, a nagyobb kilengéseket mutató két vonal, kék, illetve szürke színű vonal pedig a gabona, illetve olajos magvak árindexe, tehát amik főként takarmány alapú anyagként is szolgálnak. Mi a véleményetek erről? Mit gondoltok nagyon röviden erről az ábráról? Mit jelent ez számotokra? Kezdeném akkor, Csaba, szerintem így sorrendben tudnánk oka haladni felőle, nálad kezdve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget. A commodity oldaláról szeretném talán megközelíteni, hogy mindig, amikor fölkérnek valamilyen beszélgetésre, akkor az első kérdés az, hogy az árak éppen miért emelkednek, vagy miért csökkennek. És igazából mindig az alapokhoz kell visszanyúlni. Igazából a commodity árát a kereslet és a kínálatnak a viszonya határozza meg. Ha a világon a fogyasztást megnézzük, általában azt elmondhat, hogy a lakosság növekedésével, a népesség növekedésével arányosan valamennyire növekszik, tehát hogy a búzát nézzük, akkor körülbelül 1%-kal, de ha a takarmány alapanyagokat nézzük, akkor 3-5%-kal növekedik a világnak a fogyasztása. Ezzel szemben ezt kiegyenlíteni a termelés az, ami hozzájárul. De amikor kereslet kínálatról beszélünk, akkor nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a kínálat az mindig azt jelenti, hogy az éppen a megtermelt növények közül a termelők mennyit kínálnak föl értékesítésre. És ha visszamegyünk a 2020-as év augusztusára, szeptemberébe, úgy gondolom, hogy mindenki emlékszik arra a periódusra, hogy akkor indultak igazából az árak fölfelé, és elindult ez azzal, hogy Ukrajnában körülbelül 2 hetet késett a napraforgó betakarítása, a kereskedőknek már az értékesítési szerződéseink megvoltak, a feldolgozók előre lekötötték a termelőktől a napraforgót, amit feldolgozás kapcsán értékesítettek is a végterméket, úgy az olajat, mint a darát, de a több mint 2 hetes betakarítási csúszás az azt jelentette, hogy körülbelül 800 ezer tonna napraforgó mag nem került feldolgozásra. Ez a 800 ezer tonna napraforgó az jelent körülbelül 300-350 ezer tonna olajat, amire a szállító hajók ott álltak a kikötőben, és várták, hogy megrakják őket. Mivel a termelőket mindenki igazából kereste, hogy próbáljanak meg minél korábban hozzájönni a korai napraforgóhoz, elindított egy áspirált. Azok a kereskedők, akik a napraforgóolajat értékesítették valamilyen exportpiacokon, azok pedig keresték a hajókat, az olajat, hogy meg tudják a hajókat rakni, hiszen a hajóállás is nagyon sokba került. Mivel az árak elkezdtek emelkedni, a termelők pedig befékeztek, hiszen folyamatosan azt látták, hogy egyre jobban emelkedik az ár, és bekövetkezett az, hogy egy aratási nyomás, amit már évek óta igazából nem látunk szinte sehol a világban, egy aratási árcsökkenés helyett egy óriási áremelkedés indult el, egyszerűen azért, mert több héten keresztül nem volt elérhető ez az áru. Tehát mindig a kereslet-kínálat viszonya az, amelyik az árakat mozgatja, és ez az eset is ez volt. Bele tudok menni részletekbe, nagyon szívesen átadom másnak is a szót. Köszönöm szépen. Hát mi ugye kukoricában vagyunk alapvetően érdekeltek a Hungrenánál. A kukorica esetében is nagyon hasonló folyamatok zajlottak le, mint olajos magnál, ugye a Fekete-tengeri térségben. Itt még annyit tennék hozzá Csaba mondandójához, hogy regionálisan is lehetnek felfordulások a kereslet kínálat alakulásában. Tehát például a kukorica esetében 30 millió tonnával több kukorica termett a világban, mint tavaly. Rekordtermés volt. Magyarországon
majdnem rekordhozam született, 8,3 millió tonnát takarítottunk be. De tőlünk délre lévő országokban, a Fekete-tenger környékén kialakult egy kis hiány, ami azonnal éreztette a hatását itt Magyarországon is. Független ugye az előbb elmondottaktól, korábban elmondottaktól, hogy a hatalmas megugró kínai kereslet, ugye a tőkepiac, tehát a pénzügyi befektetőknek az árutőzsdéken való megjelenése is mind hozzájárult ehhez az árallihoz, ahogy államtitkár úr is mondta, de itt nálunk azt lehetett látni, hogy hiába van egyébként a világon jó termés, Európában ugyanannyi kukorica termet, mint tavaly, de mégis régiónként ezek eltérőek. És ez a Fekete-tengeri régió, ha most nézzük Ukrajnát, Szerbiát, Romániát, akkor egy 8-9 millió tonnával kevesebb, talán 10 millió tonnával kevesebb áru is termett, ami hiányzik a világ más sarkaiból, hiszen ez az áru, ez mind exportálásra került volna ezekből az országokból. Úgyhogy nem véletlen az, hogy gyakorlatilag betakarítás óta Magyarországon is az export az folyamatos, töretlen, ezt még segítette a magas dunai vízállás, a tulajdonképpen zökkenőmentes logisztika is, akár vasúton, akár tengelyen, tehát a Covid vírus ezt nem hátráltatta, úgyhogy ez még Magyarországon egy jelentős árfelhajtó tényező volt. Én azért annyit hozzátennék, hogy azért egy ilyen magas termés átlag mellett, tehát a kereslet-kínálat alakulása egy nagyon nagy, tehát az is teljesen egyetértek Csabával, hogy mikor akarja eladni a gazda, de azért előbb-utóbb eladja. Tehát előbb-utóbb ez piacra kerül ez az áru. És a fogyasztás nem nő olyan mértékben, hogy indokoltá tenni ezt a hatalmas, vagy a nagyon magas áraknak a fenntartását, úgyhogy én azért konszolidációt várok a következő időszakban. Kérdés, hogy ez mikor jön és milyen szintű lesz, de hogy hosszú távon nem fognak ezen a nagyon magas árszinten maradni a gabona árak, abban én biztos vagyok. Csak bocsánat, Zoli, ez azt jelenti, hogy a piaci fundamentumok szerinted nem indokolják, vagy nem teljes mértékben indokolják ezt a mértékű áremelkedést? Így van, így van. Nyilván, hogy jövőre milyen időjárás lesz, milyen termés, Amerikában, Dél-Amerikában, vagy akár Ukrajnában, Európában, ezt nyilván nem tudjuk megmondani, de pontosan így van, ahogy mondod, a piaci fundamentumok nem indokolják ezt a kiugróan magas árszintet. Köszönöm szépen. Feri, nagyon sok gazdálkodóval vagytok kapcsolatban. Ő náluk mit láttok, ők hogyan reagálják le ezeket az árakat, ezeket a fejleményeket? Hát én is nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Sok gazdálkodóval állunk kapcsolatban, és mint a másik oldalra egy picit átülök, mint mezőgazdasági termelő vagy gazdálkodó, a másik oldalát is egy picit hogy tudom ennek látni. Tehát én azt gondolnám, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Ugyanis a gabonapiaci árak, vagy akár az olajos gabona árak felmentek nagyon magasra, tulajdonképpen extra profitot eredményeztek a gabonatermesztőknél, vagy egyébként a növénytermesztési ágazatoknál. Ugyanakkor nyilván ez a másik állattenyésztési oldalra és annak a diagramból is látható áremelkedésének a lassabb hatására ugyan még szerintem nem minden ágazatban, de előbb-utóbb minden egyes állattenyésztési ágazatot meghatározom, meg fog érinteni. Tehát ott azért az eredményesség vagy a termelékenység jelentősen csökkent. A termelők, többek között mi is nyilván, látva, hogy az árak egyébként szinte azt mondhatom, hogy elszabadultak az elején, kivárnak, vagy kivártak, és nyilván ebből adódóan nem tették egyébként a terményeiket, nem tettük a terményt minden áron piacra. Hiszen először 50 ezer forinttal, aztán majd, ahogy az ár emelkedett, a végén 60 ezer forint fölé emelkedő kukoricával, van, aki már a 70-et is várta, és várja, de nyilván abban teljesen egyetértek egyébként a kollégával, itt mellettem a Renk Zoltán vezérigazgatóval, hogy azért konszolidálódni fog ez a helyzet, és nem fognak az ágak az egekbe menni. De most egy kicsit kivárt egyébként a gabonapiac. Nem is beszélve arról, hogy ma per pillanat 150 ezer forint, vagy a fölötti olajos árakat is tudnánk elérni, hogyha most lekötnénk azt a terményt, amit még egyébként meg sem termeltünk. Tehát nagyjából a gabonapiac szerintem ezt nagyon jól érte meg. Az állattenyésztési ágazatok még egy picit benne vannak ebben a elhúzódó hatásában, ott sokkal komolyabb hatása lesz ennek a végén. Köszönöm szépen. András, keresik a gazdák az új, hatékonyabb, nagyobb hozamot biztosító fajtákat. Mit láttok ti?
tisztelettel köszöntöm én is a kedves nézőket és a résztvevőket. Igen, köszönöm a kérdésedet, Dávid. Természetesen a vetőmag nélkül, hiszen hogyha nem vetjük el a vetőmagot, akkor nem lesz commodity belőle, és nem lesz mit értékesíteni. Tehát természetesen a gazdák folyamatosan keresik a kiváló minőségű vetőmagot, és a egyre nagyobb hozamot biztosító vetőmagot. De arra az érdekességre azért felhívnám a figyelmet itt a vetőmagágazat szempontjából, hogy amikor mi értékesítjük a vetőmagot, és a gazdálkodók megvásárolják a mi vetőmagvainkat, abban a pillanatban van ugyan egy termény ár, de az a vetőmag értékesítése során nem tud azonnal realizálódni, hogy most itt emelkednek a terményárak, vagy nem emelkednek. És ugye a másik faramúci helyzete az egésznek, ahogy vezérigazgató is utalt rá, hogy nem biztos, hogy a fundamentumok stabilan tartják ezeket a magas árakat, tehát adott esetben mi egy középár szinten a terményekhez képest értékesítettük tavaly a vetőmagvainkat, majd amikor idén értékesítjük megint a vetőmagvainkat, akkor megint egy középár szintre fog a terményár beárni, tehát igazából mi ennek a pozitív eredmény hasznát nem is látjuk. Eközben azzal kell kalkulálnunk, hogy a termelők ugye elvárják tőlünk is a termeltetési szerződéseink során, hogy az aktuális piaci termény árakat, tehát a vetőmag termesztés legalább annyi hozamot adjon nekik, mint hogyha ömlesztett áruként, takarmányként értékesítjük tovább a gabonájukat, hektárra vetítve. Nagyon nehéz helyzetet teremt nekünk. Szerencsésnek mondhatom abba magam, hogy sok partnerrel több éves kapcsolatban állunk, és ezeket a hullámvölgyeket ezzel ki tudjuk küszöbölni. Köszönöm szépen. Tamás, elnök úr, már kicsit így félszemmel az új termésre is igen, tekintve, hiszen mindenkit már ez is érdekel. Pár mondatot mondani. Hogy vészelte át a vetés a telet, és mire számítotok most? Tehát én arról szeretnék egy pár gondolatot mondani, de nagyon röviden, hogy mindenkinek legyen elég ideje beszélni. Elsőként, hogy bekijelentem, hogy Zászlós Tibor mezőgazdasági alelnökünk, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, őt helyettesítem most, helyette ültem be erre a panel beszélgetésre. Mint ilyen helyettesítő reméljük, hogy ugyanolyan jó egészségbe fogjuk látni jövő héten, mint eddig. Innen is jobbulást kívánunk neki, és bízunk benne, hogy minden rendben van. Tehát én Gyenei Ferenc kollégámhoz, barátomhoz szeretnék csatlakozni. Ugye az agromast az január végén szokott lenni, most azért március elején vagyunk. Ugye egy-két hét múlva a tavaszi munkacsúcsra fogunk felszaladni itt a munkák során, és ezek az árak, amik az új termésekre vannak kötési lehetőségek, én mindenkit arra kapacitálnék, hogy gondolkodjon el rajta, mert ezek jó árak. És hogyha ezek mellett azért érdemes már kötni, érdemes termelni ezeket az árszinteken. Ugyan zárójelben megjegyezném, hogy az input árak is egy picit emelkednek. Nem tudom, hogy a következő panelban fognak erről külön beszélni, de mindenkinek ezt javasolnám, hogy ahol látja, hogy el tudnak kezdeni dolgozni, ugye, Dunántúl déli részén ott jobb a helyzet, a keleti ország részben több a belvíz és a károsan átnedvesedett területek mértéke, ami 100 000 hektár fölött is lehet még a jó idő ellenére. De ugye mindenkit azt javasolnám, hogy ugye két hónappal később vagyunk, úgyhogy mindenki gondolkozzon ezeken az új árakon, ami én szerintem nagyon csábítóak arra, hogy kötéseket és ugye a termelésünket ehhez igazítsuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, és végül Zsolt, azt tudom, hogy a minisztérium az árakat azokat kevésbé tudja befolyásolni, és őszinte egyet nem tudja befolyásolni, de mégis ebben a helyzetben a kormányzat hogyan tud segíteni az állattenyésztőknek, mivel tudtok mellettük állni, hogyan értékelitek ti a kialakult helyzetet? Igen, csak az általad kitett diára még annyit hadd reagáljak még előtte, hogy jól látszik, hogy
mennyire a termékpályán, a kiskereskedelmig, a fogyasztókig eljutva, mennyire egyre nehezebb lényegében ezeket az árszinteket érvényesíteni, hiszen a feltett dián az volt, hogy hogy a hús, ugye most nagyon egyszerűsítve a hús átlagára az lényegében majd vízszintesen vagy minimálisan emelkedett, és nem követte alapvetően azokat a hullámzásokat, amelyek a commodity típusú gabona olajos növényeknél érzékelhető volt, és igazából ez az egyik legnagyobb kérdése az ágazatnak. Olyan szempontból, hogy akár a kiskereskedelmi oldalról az a típusú áremelés igény, amit mondjuk az állati termékpályák szereplői, termelői és feldolgozó oldalon egyébként érvényesíteni tudnának, ott lényegében visszafékeződik. Jelentős részben ugye pont az európai piaci problémák, a Covid okozta piacszűkülés miatt. Tehát, hogy ez egy tartós egyensúlytalanság jelen pillanatban, ahol ezek a típusú kockázatok egyszerűen nem tudnak érvényesülni a nagyon gyakran éves szerződésekkel dolgozó élelmiszerbeszállítók áraiban. És ez egy olyan szempontból, ugye amennyiben ezt a típusú alapvető mozgását a piacnak az elmúlt évtizedekben itt nem nagyon lehetett, nem csak nálunk, hanem máshol Európában sem befolyásolni. Ilyen alapon ugye milyen eszközöd marad? Alapvetően növeled a versenyképességi lehetőségeit, az alacsonyabb önköltségeket segítő fejlesztéseket és beruházásokat. Ugye az állati termékpályán, amit mondtam, hogy bent van 330 milliárd forintnyi pályázat, abból ha minden igaz 300 milliárdot le tudunk támogatni, és remélem mind több meg tud ebből valósulni a mostani piaci viszonyok ellenére, vagy pont előre tekintve. És az állattenyészti ágazatot segíti. Igen. Most ugye jövünk ki a 30 milliárdos kisántékával, amely, hogyha több igény lesz, annak örülni fogunk, és lesz forrásunk mögé tenni. Tehát próbálod fejlesztési oldalon. Ugye idén elindítottuk és a jövő bemutatóan, pedig én továbbra is azt hiszem, hogy idén, hogy elindítottuk azt a krízisbiztosítási rendszert, amely az ilyen hektikus jövedelmi ingadozásokat hivatott kiegyenesíteni. Tehát, hogy alapvetően ez a típusú kockázatkezelés, amely nem csak a természeti káreseményekre, hanem pont az ilyen piaci jövedelmi ingadozásokra is alkalmas, ennek van a tudatosabb állattartók felé lehetősége. Ami pedig, tehát alapvetően ebben hiszek, hiszen az ad-hoc eszköz az mindig limitált, hiszen szigorú Európai Uniós támogatási keretek között vagyunk. Nem az van, hogy egyik nap megemelem az Európai Unió által jóváhagyott támogatási jogcímek kereteit és mértékét, mert egyszerűen nincs ez a rugalmasság, nincs meg ebben a rendszerben. Tehát ilyen értelemben ez a típusú tartós megoldásokra van szükség is. Egyébként még a kérdésedre válaszolva, ugye amiben viszont stabilitást tudunk nyújtani, az egyik oldalon az, hogy a meglévő állattenyésztés érinti jogcímeinket, azt akár a sertés, akár a baromfi oldaláról, mert nagyságrendileg a sertés egy 20 milliárdot be van állítva idén, a baromfi valahol 13 milliárd forint körül be van állítva, tehát ezeket fogják és ütemesen a benyújtott kéremek után fogni kapják a gazdálkodók, minden másra is ott van a fedezet. Másik oldalon pedig továbbra is hitelekhez kapcsolódóan tudunk forgóeszközfinanszírozásban eszközt kamattámogatás útján segítséget nyújtani, és ne feledkezzünk meg arról a horizontális kormányzati lépésekről, hiszen a hitelmoratórium lehetősége az ott van, nem csak a természetes személyeknek, magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásainknak is, ez is egy megfelelő mérlegelés alapján alkalmazható eszköz, ad abszurdum, tehát ezekkel tudunk lényegében dolgozni, és hát nagyon bízom benne, hogy a piac az olyan értelemben konszolidálódni fog, hogy valóban, hogyha azok a terméskilátások, amelyek majd globálisan egyre inkább majd látszódni fognak, ezek valamiféleképpen konszolidálni fogják a helyzetet, mert ez a legfontosabb, az alapvető takarmányár növekedést, azt nincs ez az európai vagy magyar kormányzati intézkedés, ami lényegében befolyásolni tudná, hogy azt említetted is a felvezetődben. Köszönöm szépen, és talán egy körre még van időnk, egy kérdésre. Már ebben részben Zsolt már át is vezetett minket ebbe a témában, méghozzá itt a fejlesztési pénzekről van szó, beruházásokra, bevezető előadásban is szó volt erről. Két nagyon fontos döntést hozott a kormány idén januárban, a
mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén. Az egyik, amiről már szó volt, hogy kormány úgy döntött, hogy jelentős mértékben megemeli a vidékfejlesztési forrásokat, a nemzeti társfinanszírozást, a nemzeti részét ennek a programnak, méghozzá a maximális 80%-ra, méghozzá 2021-től, tehát már időntől kezdve. A másik döntés pedig az volt, hogy egy kormánybizottság jött létre, amelynek az egyik fő feladata az, hogy a következő 10 évre kidolgozza a magyar mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztési stratégiát, tehát ha jól értelmezem, akkor meg is határozza azt, hogy ez a pénz, vagy ennek a pénznek egy jelentős részét, azt mire költsük. És most azt szeretném megkérdezni az itt jelenlévőktől, akik mind igen régóta már az ágazatban dolgoznak, és más aspektusból, de nagyon jól ismerik ezt az ágazatot, hogy őknek mi az az egy elem, amit feltétlenül látnának ebben az élelmiszer és mezőgazdasági fejlesztési stratégiában. Tehát mi az az elem, amit javasolnának, hogy mindenképpen megjelenjen ebben a stratégiában? És akkor szerintem, Zsolt, ebből most kimaradsz, mert neked majd ezt a stratégiát végre kell hajtanod, de szerintem kezdjük akkor másik irányból Tamás elnök úr részéről, hogy mi az az elem, amit te mindenképpen benne látnál ebben a stratégiában, és szeretnél, hogy benne lenne. Tehát az elmúlt években rengeteg tanulmány készült a magyar mezőgazdaságról, ezen belül pedig a szántóföldi növénytermesztésről. Mindenféle számokat, van 30 féle dologgal össze lehet hasonlítani a nyugat-európai kollégákat és minket, hogy mi köztünk a különbség. Egy dolgot, és ez elég egyszerű nagy különbség van, hogy általában az átlagos hektár bevételünk 3-500 euróval el van maradva a nyugat-európai kollégákhoz képest. És ez a probléma ugye nem azokkal van, akik az országos átlag másfél-kétszeresét megtermelik egy növényből, hanem azokkal, akik ezeket az országos átlagainkat sem érik el. Nagyon nagy probléma lehet velük, és én nagyon szeretném, hogy ezekben a támogatási rendszerekben egy ilyen felzárkózásszerű támogatásrendszer is lenne, hogy mindenkinek legyen esélye a 2020-as évek második felébe felkészülni, ha nem is a 23-tól, hanem a 27-től kezdődő támogatási ciklusra, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokan rosszul gondolják ezt a átmeneti két évet, hogy azt gondolják, hogy ez olyan, mint egy foci meccs, hogy aki győzelemre álló csapatnak 2 percet kell még kivírni, ugye itt 2 évről van szó, és lehet örülni. A másik ugye a szenvedő vagy vesztésre álló csapatnak meg csak 2 évig, 2 percig kell szenvedni, és utána minden jó lesz. De ez valóban nem így van, ez egy felkészülési idő, és én úgy gondolom, hogy az ágazat szereplőinek legfontosabb feladata az, hogy a későbbi évekre fel tudjon készülni a mostani anyagi lehetőségek mentén. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt. Egyébként a Takarékbanknál mi is így látjuk, hogy a következő két évet hasznosan kell felhasználnunk, és fel kell készülnünk a 2023-ban induló új programra, és ehhez szükséges beruházásokat is most kell megtenni. András, ti viszont már is kezdtetek egy nagyon-nagyon komoly beruházást, én úgy tudom, egy nagyon ambíciózus tervet jelentettek idén, tehát ti lehet, hogy le is tettétek a voksotokat arról, hogy már megmutattátok, hogy minek kellene benne lenni ebben a stratégiában. Köszönöm, igen. Hát bízom benne, hogy kívülről is így látszik, hogy letettük a voksunkat, de visszatérve a kérdés felvetésre, hogy egy szóba szeretném összefoglalni azt, hogy mit jelent az egész ágazat és a vidékfejlesztés számára Magyarországon az, hogy a nemzeti társfinanszírozásban most ez a 80%-os keretösszeg megemelésre került és a kormány erről döntést hozott. Ezt egy szóba összefoglalva azt lehet mondani, hogy végre. Tehát ez egy több évtizedes hiánypótlása a rendszernek, és ahogy elnök úr is fogalmazott, tehát ez a két év, ez az átmeneti két év, ez egy
felkészülési időszak arra, hogy még nagyobb lesz a verseny. Tehát ahogy az előző ábrákon, csártokon is láttuk, tehát a verseny nem áll meg. Erre időbe kell felkészülni. Nagyon pozitívnak értékeljük azt a kormányzati hozzáállást, hogy úgymond egy ilyen válságos periódusba nem megszorítanak, hanem beruházásra ösztönöznek. Visszatérve megint az előző gondolatmenetre, tehát a vetőmag Magyarországon az egy nemzet stratégiai jó befektetés, hiszen a legalacsonyabb import hányaddal rendelkező ágazat hatalmas export hozzáadott értékkel rendelkezik. Ebbe az ágazatba befektetni, aki ide befektet, a jövőjébe fektet be. Nagyon fontos, hogy ez a vetőmag az elkövetkezendő 10 éves kitekintésbe, akár 20-30 évre is, az a vetőmag üzem, amit létrehozunk, biztosítani fogja azt, hogy azok a magyar genetikai alapok eljussanak a környező országokba, itt értéket teremtsenek, mind nemzetgazdasági szempontból, mind a vetőmag, magyar vetőmag jövője szempontjából. Ezért is döntöttünk úgy, hogy Martonvásár mellett megépítjük Magyarország, Közép-Európa az utóbbi 60 évben utoljára épült legnagyobb vetőmag üzemét teljesen magyar forrásból, saját erőből, hogy ezt a genetikai vertikumot, ezt az értékláncot teljes egészében innen tudjuk irányítani. Ehhez kívánjuk ezeket a támogatásokat igénybe venni, igénybe is fogjuk venni. Itt van az idő, hogy most ezt meglépjük. Valószínűleg 2 év múlva elkésünk. Köszönöm szépen. Feri, a Bionat Kft. Nevében is azt gondolom, hogy a talajok a kikerülhetetlen téma. A magyar mezőgazdaság jövőjéről beszélünk, és biztos, hogy benne, hogy ti is úgy gondoljátok, hogy a stratégiában is helye van a talajvédelemnek, a talajok megőrzésének. Hát így van. Nagyon nehéz helyzetbe hoztál egyébként, hogy az elkövetkezendő években mire is kellene fókuszálni a magyar mezőgazdaság fejlesztésénél, és inkább ezt a fejlesztési irányt a kihívásainál kezdeném. Mivel szembesül ma szerintem a magyar mezőgazdaság, hogy mik azok, amik a legnagyobb gondok érintik, és nyilván ezekre kellene választ adnia annak a fejlesztéspolitikának, ami után el tudjuk érni azokat a Petőházi elnök úr által is mondott hatékonysági mutatókat, amivel az eredményességünket javítani fogjuk. Nem csak az EU előírásoknak kellene szerintem megfelelni nekünk, mi magyar mezőgazdaságoknak, de nagyon sokszor elmondjuk, hogy mit írnak elő, és milyen követelmények lesznek Ekosimre, vagy bármelyikre gondolok, hanem tényleg, hogyha visszakanyarodok a Dávidhoz, a fenntartatóságot végre komolyabban kellene venni a magyar mezőgazdaságnak egy picit. Itt a talajdegradációra gondolok, akár olyan dolgokra, vagy a tápanyaggazdálkodásnak, vagy bármiféle növényvédelmi rendszernek az újragondolására, ami tulajdonképpen fenntartatóvá teszi egy picit jobban azt a mezőgazdaságot, amiben élünk. Ha a világkereskedelmi alap oldaláról nézem ezt az egészet, akkor azért idézőjelbe teszem, és nyilván nem teljesen igaz, egy picit feláldoztuk magunkat a világkereskedelmi alapnak. Ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb hozzáadott értékeket, vagy más piacokon kellene megjelenni a magyar termelésnek ahhoz, hogy verseny tudjon állni, és ne kezdjünk el mi a nagyobb alapanyag termelő országokkal, hiszen egy Ukrajnával például, ha már a példát említette vezérigazgató is, nem fogunk tudni versenyezni. Ez nagyon jó egyébként összességében az a vetőmag, amiről András itt veletem beszélt, vagy azok a fejlesztési irányok. A másik, amiről beszélni kell szerintem, ez önmagában a generációváltási problémaköre a mezőgazdaságnak. Azért nagyon sok tulajdonos kerül abban a helyzetben, hogy át kell adni a következő generációnak a gazdálkodását, ott valami fejlesztési irányt el kell indítani, illetve nagyon sok gazdálkodó szerintem eljut abba a stádiumba, hogy tulajdonképpen mondjuk másik máshogyan próbálja meg a gazdálkodását értékesíteni, vagy továbbadni. Ez azonnal felvet egyébként a méret gazdaságosági kérdéseket, hogy hogyan fogjuk tudni a kisebb gazdaságainkat hozzáadott értékkel növelve olyan termékpalettára terelni, amiből ők megélnek, vagy egyébként nyilván méretgazdaságosági kérdésekből el kell mennünk a másik irányban.
Amiről mindig beszélünk, egy öntözésfejlesztés például. Összességében egy vetőmag előállításhoz kapcsolódok öntözésfejlesztés nélkül, de már azt mondom, hogy nem is biztos a hozzáadott értékű vetőmag bírja csak el összességében az öntözésfejlesztést, hanem mondjuk egy élelmiszeripari előállításnál, akár egy tejelő tehenészetnél a takarmányvádi stabilitása, vagy zöldségkultúrák tervesztése. Tehát nem csak beszélni kéne az öntözésfejlesztésről sokszor, hanem azt gondolom, hogy meghozni azokat a döntéseket, amivel ebben az irányban is megyünk. Lehet, hogy sok témát érintettem így hirtelen, de nagyjából ezeket a fejlesztési irányokat kellett szerintem a következő időszakban elérnünk, és nyilván teljesen egyetértek Andrással abban, hogy egy rég várt helyzet, amiben már előbb kellett volna lépni a magyar mezőgazdaságnak, feltérképezve azt nyilván, hogy milyen iket csak az adottságok is ezeket kihasználni. Köszönöm szépen. A kormányhatározat az élelmiszeripart is megemlíti, és én úgy látom, hogy a kormány egyre inkább egységben látja a mezőgazdaságot, és a mezőgazdasági termékeknek a feldolgozását, a feldolgozó ipart is ebben a stratégiában. Tehát ez a stratégia, ez a feldolgozó iparról is szól, meglátásom szerint. Ti ezt hogy érzékelitek, hogy látjátok? Meglettünk akkor szólítva. Hát még kevésbé, de hogy hadd csatlakozzam az előző gondolatmenethez, és én maximálisan egyetértek Gyenei Ferenccel, hogy én azt gondolom, azt a pénzt, amit azt a soha vissza nem térő alkalmat, ami most a következő években előttünk áll, azt hatékonyságnövelésre és a versenyképesség javításra kell költeni. Tehát nem szabad hiányokat pótolni vele, veszteséget pótolni, úgy kapacitást bővíteni, hogy egyébként annak 5 év múlva már nem lesz meg a piaca, mert mellettünk valaki, vagy bárhol a világban valaki hatékonyabban, olcsóbban fog tudni jobbat előállítani. Tehát ma meg kell nézni, hogy mi a világban a csúcs, és körülbelül 5 év múlva mi lesz a csúcs. És azt kell támogatni, és oda kell befejleszteni. Ha ez egy üzemfejlesztés, ha ez egy ültetvény kivágás és újratelepítés, ha ez egy állattartó telepnek a teljes lecserélés, tehát teljesen mindegy, hogy micsoda, de csak, és tehát verseny van mindenhol, verseny van a növénytermesztésben, az élelmiszerfeldolgozásban, mindenhol verseny van. Ha ezt a pénzt arra költjük, hogy hiányokat foldozgassunk, és erre költsük a pénzt, abból nem lesz verseny képes mezőgazdaság vagy agrárélelmiszeripar pár éven belül. Tehát szerintem ez borzasztó fontos, sokkal, de sokkal fontosabb, mint bármikor, és ezért is visszacsatolnék Gyenei Ferenc, aki azt mondta, hogy lehet, hogy egy picit elkéstünk. Talán még nem, talán mostan egy utolsó lehetőség arra, hogy meg tudjunk erősíteni bizonyos ágazatokat, meg tudjuk erősíteni a legjobbjainkat. Én azt gondolom, hogy akkor lesz nekünk hosszú távú és kitartó, illetve erős versenyképes mezőgazdaságunk és élelmiszeriparunk. Csak egy példát hadd mondjak még erre. Az autóiparban gyönyörűen látszik, hogy már mindenki gyakorlatilag arra készül föl, hogy az elektromos autózás mit fog jelenteni a beszállítói láncba, hogy fog átalakulni gyakorlatilag 5-10 év múlva a beszállítói ipar, ami ugye Magyarországon nagyon erős. Vagy még egy példát hadd mondjak, elnézést, teljesen más, de szintén autókhoz csatlakozik. Egyszer egy általam nagyon sokra tartott ember, aki autókereskedése volt, és egy tréninget tartott, és a tréner azt kérdezte a szélszeseit, vagy hát tőle, hogy rögtön a bejárat mellé melyik szélszeseret ültetett, a legjobbat, vagy a legrosszabbat? A legrosszabbat, hogy esélyt adj neki, vagy a legjobbat, mert ő. És a helyes válasz, hogy a legjobbat, mert ő fog tudni a legtöbbet aladni, ő fogja tudni a legjobban értékesíteni az autókat. A mezőgazdaság ugyanez a helyzet. Vannak nagyon jó adottságokkal, tudással, tudásbázissal rendelkező feldolgozó üzemek, termelők, őket kell tovább erőltetni, nem fölhúzni kell, aki lemaradt.